Ezek azok a díjazott pálinkák, amelyekből fogyaszthattak a látogatók hétvégén a 9. Kárászi Pálinka és Párlat Fesztiválon. Idén összesen 318 mintát kellett a zsűrinek értékelnie, amik között nem csak gyümölcsök voltak. Egyre több a zöldség, nem az idén van először, de már láttam olyat is, hogy külön nem csak sütőtök, hanem sülttök, tehát sütött sütőtök, mint új trend. Nagyon érdekesek az ágyas kísérletek, és nagyon szép likőröket is láttunk, ami szintén nem egy könnyű műfaj. Tehát amiből él és mozog, itt meg lehet kóstolni belőle a párlatát. Nagyon jó minőségűek lettek a pálinkák, amit az éremarány tükröz. 25%-ban arany, 30-30%-ban ezüst és bronzérmekkel jutalmazták a leadott mintákat. A minőség jó, bár kevesebb minta érkezett, mint az előző versenyre, mondja a főszervező, a település polgármestere. Tavalyitól valamilyen este elmaradt, de ezt betudhatjuk annak is, hogy tavaly tavasszal volt egy nagy fagy, és akkor a barackok és többfajta gyümölcs elfogyott. Ennek következtében legalábbis ezt gondoljuk, kevesebbet állítottak elő a termelők. A díjazottaknak a színpadon adták át az elismerő okleveleket. A fesztiválról idén sem maradhattak el a kézműves árusok, a gólyalábasok, akik szórakoztatták a megjelent családokat.